Jól szerepelt Kovács Harolta és Demeter Bence a római öttus a világbajnokságon. Az Alba Volán SC versenyzői ezúttal is bizonyították, hogy ott a helyük a világ élmezőnyében. Ráadásul teljesítményükkel mindketten közelebb kerültek a londoni ötkarikás szerepléshez. Saci egyéniben legjobb magyarként 9. lett, míg csapatban ezüstérmet szerzett a szintén Alba Volános Genesei Leilával, valamint Tóth Adriennel közösen. Az olimpián a csapatverseny nem szerepel a programban, így az imént említett női hármasból valaki kimarad az utazó csapatból. A VB-n látott teljesítmény alapján Kovács Harolta bizakodó a részvételt illetően. Biztosnak még úgymond senki sem mondható, még a szövetségi kapitány még nem jelölte ki ezt a két-két embert, de hát én már nem tudom elképzelni, hogy tényleg én az olimpiával kelek, fekszek, nem tudom elképzelni, hogy ne legyek ott. Tényleg én mindent megtettem, kezdek tényleg összeállni a sérülésem után. Ez volt az első komolyabb verseny, ahol úgy érzem, hogy azért helyt tudtam állni. Tényleg ez a vívás, ami még jócskán bennem maradt pár tús. Hát ezen kell javítani, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ott leszek. Demeter Bence remek hajrájának köszönhette, hogy a selejtezőből tovább jutott a döntőbe, és ott remekül helyt állt. Második magyarként a jónak mondható 13. helyen zárt, amivel jócskán megnőttek az esélyei a londoni szereplésre. A kvóta ezzel a 13. helyen már szerintem be van biztosítva, csak hát ugye négyen lennénk a két helyre, de ugye Tibolya Péter megsérült a váltóverseny alatt, Kassa Robertnek pedig nem sikerült olyan jól ez a verseny, úgyhogy ezzel nekem mindenképpen nőttek az esélyeim. A férfiaknál a két induló kilétére minden bizonnyal csak a júliusi felnőtt EB után derül fény. A hölgyeknél talán egyszerűbb a választás, de itt is Pál Völgyi Miklós szövetségi kapitány mondja ki a végső szót. Kovács Haroltának pedig bizonyítása ott lesz majd a június elejé fehérvári junior Európa bajnokság is.